Rátvég István, a könyv komédiája, részletek. A könyvek végzete. A könyveknek megvan a maguk végzete. Sokszor idézett mondás. Aki idézi, feltűzi a klasszikus műveltség pávatollát a süvege mellé. Azt hiszi nagyot mondott. A könyveknek megvan a maguk végzete. Persze, hogy megvan. De a csonka latin vers nem ide célzott, teljes fogalmazásban így szólt. Pro captu lectoris habent sua fatali belli. Terentianus maurus származik. Azt jelenti, hogy a könyv sorsa az olvasó felfogásától függ. Vagyis megbecsülje, vagy sem. Ettől eltekintve a végzet valóban ott lebeg minden könyv fölött. Ellenségek raja környékezi, s miközben aranyos sziládáival gondtalanul mosolyog felénk, egyik támadója már befúrta magát a kötés ráncai közé, a kukac. Gyanútlan könyvbarát el sem tudja képzelni, hány fajta féreg minősíti tápláléknak az ő drágaságait. Eddig 39 fajtáját ismerik a könyvpusztítót kukac családnak. A riad bibliofilek valóságos hadászati műveket írtak össze a védekezés módszereiről. Akárhová kerül a könyv, balsors leselkedik rá. Padláson megrági az egér. Pincében beleveszi magát a penész. Kötését fakóra szívja a nap. Ha rossz papírosra nyomták, megsárgul, vagy megszeplősödik. Ha soha ki sem nyitják, sarka háta, akkor is foszlik és töredezik. Mert a nem olvasott könyvnek is van egy ősi ellensége, a nagy takarítás. Igaz, hogy a könyvek arisztokratáit fejedelmi csemetéknél gondosabban őrzik, védik, óvják, kezelik, kozmetikázzák. De amint a bacillus nem tesz különbséget király és por között, a könyv ellenségei is egyforma féktelenséggel vetik rá magukat előkelő inkunábulumra vagy modern nyomtatványra. A könyvgarázda Ismerünk asszonybolondokat, akik pár sprótotó hajfürtöket gyűjtenek, vagy a női piperének apróbb tárgyaira vadásznak. Emlékraktárakat halmoznak fel, cipőkből, harisnyákból, zsebkendőkből, mi egymásból. Mindegy, hogy miképpen jutnak hozzá, kapják vagy lopják. A könyv piperéjének is megvannak a maga jongói. Az egyik címlapokat gyűjt, a másik címképeket, a harmadik iniciálékat vagy színes mecceteket, s hogy megszerezze szenvedélye tárgyát, vagyontérő könyveket a legbarbárabb kíméletlenséggel csonkít értéktelenné. Párizsban a 18. század őrült divatjai között helyet kérte a színes könyvillusztrációk gyűjtése is. Kivagdosták a képeket, hogy kályha ellenzőket, spanyol falakat ragasszanak televelük. S ha még egy ilyen nekibárgyult lélek a saját könyvével bánt el, lelke rajta, de a gyűjtési láz kábulatában Vandál kézzel rabolta meg a másét. Efféle híres könyvbarát volt az angol John Beckford, született 1657-ben, meghalt 1716-ban. Egyébként neves régész is bibliofil. Utóbbi minőségében szerényen beírta a könyv címlapjával. Gyűjtési módszere egyszerű volt. Bekalandozta az ország könyvtárait, és óvatlan pillanatokban kimetszette a könyvekből a megkívánt címlapot. Sok óvatlan pillanatot leshetett ki, mert idővel címlapgyűjteménye gyűjteménye enemben a legtekintélyesebbre gyarapodott. Mint rendszerető gyűjtőtől el is várható. A kilopott címlapokat osztályozta, magyarázó jegyzetekkel látta el, bekötötte őket. El kell képzelni egy ilyen ívrét nagyságú, érdekesnél érdekesebb címlapokból összeállított hatalmas kötetet. Sőt, el lehet képzelni akár többet is. Nem hármat, négyet, nem is tizet, huszat, hanem kereken százat. Az elvetemül gyűjtemény jelenleg a British Múzeum tulajdona. Hasonló őrültséggel beholtott gonosságra nem ismerünk példát. Hozzáképest galamblelkű ártatlanságot tanúsítottak azok az írók, akik unták, hogy hosszabb idézetek lemásolására pocsékolják drága idejüket. Ehelyett az illető oldalt egyszerűen kivágták a könyvből, természetesen saját könyvükből. Ilyen könyvpusztító volt Girardin, az újságkirály, és Viktor Fornell, az anekdóta gyűjtő. Az utóbbi egyébként meglátta más szemében a szálkát, mert anekdóta gyűjteményében, amelyet Edmond Gerard néven adott ki, megemlékezik egy Falkolet nevű úr különös szokásáról. Ez rengeteg könyvet olvasott össze, de erős kritikai érzékkel minden műből csupán néhány oldalt minősített érdemesnek a megőrzésre. Kitépte tehát a megtisztelt oldalakat, akárhányszor öt-hat oldalt, egy tizenkét kötetes műből. A többi tűzbe dobta, és a kitépet lapokból egy tömény könyvtárat állított össze, mondván, hogy így kell kivonni az olvasmányok kvinteszenciáját. Könyvtári tisztviselők lehangoló tapasztalati anyagot szerezhetnek az olvasótermekben garázdálkodó könyvbarbárokról. Érdekes, hogy ennek a cudar embertípusnak sok százados múltja van. A XIV. század első felében írta meg Richard de Barry, Darhami püspök híres könyvét, a Filobibliont, a könyv szeretetnek legrégibb középkori dokumentumát. Közkönyvtárat is alapított Oxfordban. Dúsan felszerelte a saját könyvtára kincseivel. A hála nem maradt el. A filobiblion így emlékezik meg róla. Vannak diákok, akik a könyveket úgy elpiszkítják, hogy az ember azt kívánná, bár inkább suszterkötényt kötnének a nyakukba, semmint kéziratokat teregetnének ki előttük. Ha a könyv valamely helye megtetszik nekik, piszkos körmükkel megjelölik. Könyvjelző gyanán szalmaszálakat raknak a könyvbe nem restelik, hogy a nyitott könyvön gyümölcsöt és sajtot tegyenek. Vigyázatlanul poharazgatnak fölötte. Ha nincs kéznél a táskájuk, az ételmaradványokat benhagyják a könyvben. Könyökükkel rátámaszkodnak, és az okozott ráncokat és gyűrődéseket úgy próbálják eltávolítani, hogy a lapokat ide-oda göngyölítgetik, a könyvnek mérhetetlen kárára. Főleg azokat a fickókat kell a könyvtárakból eltávolítani, akik a saját pingálási tudományukat kipróbálandó, a margókat telemázolják ronda betűcirádákkal és állatpofákkal. Akadnak tolvajok, akik a pergamonlapok széleit levagdossák. Hogy levelet írjanak rájuk, vagy ugyanerre a célra, kimetszik a könyv tiszta első lapját. 600 esztendő telt el, és a könyvgalázda lélektana nem szorul módosításra. Az eszközei sem változtak, a körme épp olyan piszkos. Az újja épp olyan zsíros, akár szalonnától, akár fejének folytonos vakargatásától. A neki fontos oldalakat épp úgy kilopja. Mindössze festőecset helyett töltőtollal vagy ceruzával rondítja el a könyvet. Régebben a könyvbarbárok sora három tisztes cég tagjaiból egészült ki. A fűszeres, a szabó és a cipész. Majdnem annyi kárt tettek a könyvben, mint a pusztító ellenség. Hozzá nem értő örökösök. Láda adogatták el a legközelebbi boltosnak a padláson heverő vénkönyveket. A fűszeres a jobb anyagból zacskókat ragasztott. A többibe sajtot és kolbász csomagolt, amint ezt láthattuk bárbóz erzsetében. A szabó a fóliások hatalmas pergamellapjaiból szabás mintákat vagdosott ki, vagy szalagokra metélte őket, és mértéket vett velük. A cipész a kötésekre pályázott, a kemény bőrtap feltörte a kényes női lábat. Viszont a kötések finom, kidolgozott bőranyagán pompás járás esett, mert simulékony volt és ruganyos. A közvetítő kereskedelem tehát rávetette magát a bólió bőrkötésű régi könyvekre. A lapokat kifejtették és elpocsékolták fűszeresnek, szabónak vagy tölténygyárosoknak. A kötéseket mázsánként adták el a vargáknak. Paul Lacroix számítása szerint a múlt század elején 25 esztendő alatt 2-3 millió régi könyv esett áldozatul a kíméletlen vandalizmusnak. Az asszony és a könyv Magam részéről óvakodom, hogy az asszonyokra is ráfogjam a könyvgarázdaságot, s így csupán kommentár nélkül közlöm néhány írónak ide vonatkozó, bizonyára indokolatlan véleményét. A filobiblion a nőkről is megemlékezik, de kifogásait elővigyázatosan nem maga sorolja fel, hanem a könyvek szájába adja, és a könyveket beszélteti maga helyett. Az áldozatok panasza így hangzik. Alig, hogy ez az engesztelhetetlen és ártalmas állat, nem én mondom, a püspök sem mondja, a könyv mondja. Felfedez bennünket valamely sarokban, ahol egy elhullott pók hálójának oltalmát élvezzük, kirángat onnan, homlokát összeráncolja, és cifra gyalászkodásokkal halmoz el. Szerinte csak hiába foglaljuk el a helyet a házban. Nem lehet semmi hasznunkat se venni, és sokkal okosabb lenne valamennyiünket becserélni főkötőre, sejemszövetre, prémre vagy vászomra. S voltak éppen igaza is van, mert ha belénk láthatna, megtudhatná, miképpen vélekedünk felőle. Modernebb bibliofil írók is panaszkodnak róla, hogyan bánik az asszony a könyvel. Ha egyáltalán olvas, állítják, nem vágja fel előre a könyvet, hanem olvasás közben választja szét a lapokat. Azzal az eszközzel, ami keze ügyébe akad. Eszköz lehet egy éles szélű névjegy, esetleg gyufa vagy hajtű. Csak éppenséggel, papírvágó nem. Ha semmiféle szerszám sincs kéznél, a hüvely akasztja bele a felvágandó hajlatba. S ez azután olyan lesz, mintha fűrészel estek volna neki. Ha kivételesen mégis papírvágó késhez folyamodik. Ezt egyszer mind arra is felhasználja, hogy a neki tetsző sorokat megjelölje, lehetőleg jó mélyen, belemetszve a könyv eleven testébe. Amikor az úgynevezett apionokat használták hajgöndörítésre, szemrebben és nélkül tépdesték ki a könyvlapjait és apró sodormányokat csináltak belőlük. A régi gondos háziasszony úgy hasznosította a naplopó és léhűtő kódexeket, hogy lapjaikkal lekváros üvegeket kötözött be. A pergamen erre a célra mindennél alkalmasabb volt. Megállítom a rágalom kerekét. Elégtételül utalok a régi pipás férfiaknak közismert Filibusz gyártó rendszerére. Kővári László az ő száz történelmi rege című könyvében megjelent Kolozsvárot 1857-ben, megemlékezik egy B betűvel jelölt grófról, aki vadonat újonnan érkezett könyvét, odaadta az inasának, hogy vágja fel. Az inas fel is vágta, de Fidibusznak. Talán nem igaz az anekdóta, de hogy megszülethessék, ahhoz szükség volt, a Fidibusz csinálás elterjedt módszerének a köztudata. A könyvkölcsönzés elleni liga a humanista Scaliger könyvtártermének ajtaja fölé ezt a mondást függesztette. Ite advententes. Menjetek a könyvkereskedőhöz. Scaliger bölcsember volt. Tudta, hogy ha könyvet kölcsön ad, alig haláthatja viszont. Senki sem tenné meg, hogy egy kölcsönkért esernyőt vissza ne küldjön. De a könyvet nyugodt lélekkel és tiszta lelkismerettel elsikasztja. Ezelőtt úgy védekezte ellene, hogy csak is nagy summájú biztosíték ellenében adták kölcsön ezeket a drága könyveket. 11. Lajos francia király le akart másoltatni egy 10. századi kéziratos orvosi könyvet. A Párizsi Egyetemhez fordult, adja kölcsön azt másolás céljára. Az egyetem megrökönyödött. Egy alázatosan csökönyös hangú felirattal felelt a legmagasabb kérelemre. Felséges urunk, a lehető legalázatosabban ajánljuk magunkat felséged jóságos kegyébe. Tudomásul vettük, hogy felséged megbízottja, elkérte tőlünk másolás céljára a Tótum Kontunens című művet. Felség, mi ezt a könyvet mindig a leggondosabban őriztük, mert ez a fakultás legritkább és legszebb kincseinek sorába tartozik, amelynek alig van párja. Mivel azonban mindig az volt a törekvésünk, hogy felségednek mindenben kedvét töltsük, elhatároztuk, hogy kölcsön adjuk a könyvet, mindazonáltal megfelelő értékű, ez is nemű biztosíték ellenében, miután a mi szabályaink ekként intézkednek, és mi megesküdtünk a Szent Evangéliumra, hogy a szabályokat megtartjuk. Isten áldását kérve felségedre, maradunk, sa többi, 1471. november 29-e. Az iratokból kitűnik, hogy a fakultás, őfelsége becsületességét 12 márka ezüstre és 100 aranytallérra tagsálta. A változott idők szelleme ezt az egyszerű és egyenes eljárást lehetetlenné tette. Ma nem lehet ezüstkanalat követelni a kölcsönkért könyv zálogául. A bibliofil társadalom sokféle módon próbál védekezni a ragály ellen, de siker nélkül. Pár év előtt Angliában valaki felvetette a gondolatot, hogy a kormány tűzzön ki éveként egy bizonyos napot, amelyen minden angol polgárnak becsületbeli kötelessége lenne visszaküldeni a nála lapuló kölcsönkönyvet. A posta ajánlkozott, hogy kész a csomagokat féláron szállítani. A gondolat mag életképesnek mutatkozott, de úgy tudom, nem szökkent szárba. A francia Paul Rebók a tettek mezejére lépett. 1911-ben egyesületet alapított ezzel a címmel. Liga a könyvkölcsönzés ellen. A Liga tagja vértezve van minden támadással szemben. Nem kell mentségeken törni a fejét. Egyszerűen kijelenti a legudvariasabb mosolyjal. Készséggel adnám oda a könyvet, de sajnos nem tehetem. Szavamat kötöttem a Ligának. Nem tudom, működik-e ma is még ez a Liga. a megátkozott könyvtolvaj. A kölcsönkérőtől a tolvaik csak egy lépés a távolság. Tudnélik az a lépés, amelyel el kellene indulnia, hogy a könyvet visszavigye. Aurelien Skoll azt mondta, könnyebb megtartani a könyvet, mint azt, ami benne van. A régiek az ő mesterkéletlen őszinteségükkel úgy védekeztek, hogy a könyvtár becses kódexeit odaláncolták a falhoz vagy az olvasóállványhoz. Katenáti Libri volt a nevük, még ma is látni néhányat régi apátságok könyvtár termeiben. 1458-ban meghalt szozoménó olasz krónika író, pisztolyai apát. Hagyatékában 116 latin és görög kódexet találtak. Valamennyi oda volt láncolva a pulpitusokhoz. Elszánt tolva ellen azonban a lánc sem segített. Egyéb védekező módhoz is kellett folyamadni. A könyv a tulajdonos megátkozta. A British Múzeumban van egy 13. századból eredő kódex, a következő súlyos kívánsággal. Aki ezt elviszi, halállal halljon meg, főzzék meg a pokolban, álljon belé a nyavajatörés törés és a láz, törjék kerékbe, akasszák fel. Szigorú átok volt, Tegyük fel, hogy segített is, s a könyv jogos tulajdonos révén került a British Múzeumba. Egy vatikáni kézirat sommásabban bánik el a tolvajjal. Kárhozzon el Júdással az árulóval, valamint Annással, Kajafással és Poncius Pilátussal együtt. Miért éppen ezekkel? Nem derült ki. Nem csak elátkozás, de kiátkozás is várt a tolvajokra. Úgy látszik, pótolhatatlan teológiai művekre is pályázhattak, és az egyszerű fenyegetésnek nem volt elegendő riasztóhatása. Egy 17. század végéről származó könyvbe ragasztott címkén ez olvasható: A bolonyai dominikánusok könyvtárából, ahonnan tilos elvinni a nagy exkommunikáció terve alatt, 8. urbán és 12. innocent pápák dekrétumai értelmében a tolva jelen lobogó gyűlölet túlélte a középkor homályba veszett századait, és az átok bár csökevényes formában ma is nyomon kíséri az enyveskezű kezű bibliofilt. A könyvbe jegyzett felirat helyébe az ex libris lépett. Különösen a diákság körében élt ez a szokás, nálunk nem annyira, mint külföldön. Állandó típusuk az akasztott ember. A gyengét célzás nem szorul magyarázatra. Franciaországban Pierrot alakja lóg az akasztófán, és a szöveg ősi diák szokás szerint makarónikus nyelven van fogalmazva. Leggyakrabban ez a versike. Émelást Pierrot lógni. Ki ezt a könyvet nem adta vissza? Hogyha visszaadta volna, fel nem akasztották volna. Az amerikai diák gyakorlati irányban intézkedik. Erre példa. This book is one. My fist. Egy ez a könyv, más az öklöm. Ha az egyiket ellopod, majd megérzed a másikat. De komoly könyvbarátok is ábrázoltatják ex Libris-eiken a hagyományos akasztott embert. A berlini ex libris egyesületnek éppenséggel egyik elnöke csináltatott ilyen vérfagyasztó címkét. Vörös alapon fekete hóhér húzza fel a gonosz könyvtolvajt, az akasztófa fölött pedig két hollókering. Felírás, ha vissza nem jönnél vele, vár rád a hóhér kötele a világ legvakmerőbb könyvtolvaja. A könyvtolvainak két fajtája ismeretes. Az egyiket a könyv szeretete sodorja le az igaz útról, tilos mellékösvényekre, mint pár év előtt azt a hálai öreg könyvtár szolgált, aki szeretett esténként a Bibliából olvasgatni. És erre a célra egy 1522. évi kiadású, százezer márkára becsült Bibliát csentel a könyvtárból. Nagyon jól tudta, hogy a könyv ennyit ér, de annál inkább sarkantyúzta a vágy, hogy pont ezt a bibliát szerezze meg esti olvasmánynak. Vagy mint azok a túlfűtött szenvedélyű bibliofilek, akik a szerzés gyönyörűségét a lopás csiklandó izgalmával fűszerezik zamatosabbá. A nagy külföldi antikváriusok ismerik őket, engedik, hogy lopjanak, és másnap elküldik a számlát, amelyet a szemreben is nélkül kifizet. A párizsi aukcióknak is volt egy ilyen öreg szarkája. Az árverés vezető már tudta, hogy ha valamelyik könyv nincs a helyén, azt ő lopta el. Fölverte tehát jó magasra az árát, és leütötte az öreg úrjavára, aki boldogan fizetett. A könyv is megvan a maguk perverzitása. Veszedelmesebb ezeknél a másik fajta, amelyik a könyvet az értéke miatt lopja el. A bibliofil irodalom bűnkrónikájukat pontosan összeállította, akár a híres zsiványokét. Egyhangú történetek. Jó nevű emberek visszaélnek a bizalommal, és megdésmálják az idegen vagyont. Ki többet lop, ki kevesebbet. Érdekességben a libri féle eset magasodik ki közülük. Giulielmo Brutus, Icilius Timoleon, Libri Carrucci, Della Sommaia, ez a hosszú nevű gróf, 1803-ban született Firenzében. Apjának valami gyanúsokból emigrálnia kellett, s Giulielmo, stb. Franciaországba vetődött. Itt, mint matematikai lángész fel. Ragyogó tudományos karrier csinált. A Collège de France tanára lett, majd akadémiai tag. A Journal de Savants szerkesztője és a becsületrend lovagja is. Megkapta a francia polgárjogot, kinevezték az állami könyvtárak országos, országos főfelügyelőjévé, ennyi díszt és kitüntetést meg kellett szolgálni. Libri ernyedetlen szorgalommal végezte a könyvtárvizsgálatokat. A némelyikben éjjel-nappal dolgozott. Helyesebben nappal dolgozott, és éjjel lopott. Csak a közismert francia felületességgel lehet megmagyarázni, miképpen volt lehetséges, hogy Libri az értékesnél értékesebb könyvek és kéziratok ezreit lopkodhatta össze. Akármelyik német könyvtárban 24 óra alatt kiderült volna a lopás. Franciaországban éveken keresztül űzhette az országos főfelügyelő világra szóló tolvajlását. A Carpentraszi könyvtárból eltűnt egy Dante kódex. Hát eltűnt. Talán észre se vették. Ha meg valaki észrevette, bölcsebbnek vélte a hallgatást. Még neki gyűlhetne meg a baja, ha köztisztelet glóriájával fényeskedő tudóst megrágalmazná. Utóbb a párizsi könyvtárak ritkaságai is ritkulni kezdtek. Megindult a suttogás, de senki sem mert fellépni az akadémia illusztris tagja ellen. Végre egy névtelen feljelentés futott be az államügyészhez, és ez kénytelen volt elrendelni a nyomozást. Libri nem várta meg az eredményt, áthajózott Angliába, a feleségével és 18 hatalmas láda könyvvel. És most következett a bűnügyi drámának groteszk második felvonása. A kétarcú embernek valóságos hívőtábora maradt Franciaországban. Csodálatos, szinte érthetetlen módon kápráztatta előket, őket, amikor már minden kisült, akkor is a tolvaj pártján maradtak. Esküdtek az ártatlanságra, és a kormányhoz fordultak, a per törlése véget. Két szenátor, hét akadémikus, két egyetemi tanár és két könyvtárigazgató írta alá a gyermekes folyamodványt. Libri pedig az alatt Londonban, aukciókat rendezett a lopott könyvekből. A katalógusok több ezer darabot sorolnak fel. Egy katalógus példánya van az Aponyi könyvtárnak is. Párizsban viszont katalógusokat szerkesztettek az ellopott könyvekről és kéziratokról. Hanem utolérte a nem ez is, amiért ilyen gyalázatos hálátlansággal fizetett második hazájának. Tíz évi fegyházra ítélték. Nem ülte ugyan le, de a becstelenség ez időtől fogva nyomon kísérte, és elgáncsolta a további szerencséjét. Vagyonát elherdálta, és nyomorúság közepette halt meg Firenzében 1869. szeptember 28-án. Nem maradt utána egyéb, mint egy rossz emlék, valamint francia szokás szerint egy szójáték. A folyamodványt aláíró urakra azt mondták, csöppet sem okosabbak, mint egy kolibri. Az igazgató, aki harminc éven keresztül lop. Ugyanabban a Troáj könyvtárban, amelyben Libri 1840 táján fosztogatott, két év múlva maga a könyvtár igazgató folytatta a kopasztást. August Armand volt a derékúr neve. Harminc évig járt a közmegbecsülés szeplőtelen tógájában, és ez alatt hazahordta a könyveket. Gyönyörű rend lehetett a troái könyvtárban, hogy sem Libri lopásait, sem az igazgató sikkasztásait a tisztviselők nem vették észre. Harminc év múlva a portás fogott gyanút, de ő sem adminisztratív alapon, hanem úgy, hogy meglátta, mint főnöke, a köpönyege alatt szepekedett a könyvekkel. A portás feljelentése alapján megindult a vizsgálat. Armanna mellét verte. Magán bosszút és politikai üldöztetést emlegetett. A kiköldött párizsi szakértők nem akadtak semmi nyomra. Armán biztosra dolgozott ugyanis a könyvek katalógusba foglalásánál a következő rendszert követték. A tisztviselők először egy cédula készítettek. A cédula alapján az igazgató bevezette a könyveket a főkatalógusba. Már tudni illik, amelyiket akarta. Az ellopandó könyv nem került bele a katalógusba. A szakértők kénytelenek voltak megállapítani, hogy a leltár a katalógussal tökéletesen egyezik. Lássuk most a cédulakatológusokat, mondották a szakértők. Az igazgató szolgálatkészen kalauzolta a bizottságot a cédulák raktár helységébe, egy öreg magtárba. A szakértők ezen még nem csodálkoztak. Minden könyvtáros ismeri a könyvtárak örök nyomorúságát, a helyszűkét. A fölösleges anyag számára jó a magtár is. A szolgák kihúzgálták a ládákat, és most már voltokuk a párizsi óraknak a meglepetésre. A múlt idők emlékei odavonzották az egereket, és ezek jobb hián a cédulákat falatozták fel. Szétmorzsolt, összerágott a papírcafacok szégyenkeztek a ládák mélyén. Az igazgató ajka gúnyosan megvonaglott. A két párizsi úr összenézett. Itt alig, ha lehet valamit csinálni. A rend kedvéért intettek a szolgáknak, hogy a túlsó sötét sarokban van még egy láda, húzzák azt is napvilágra. A szolgák megemelték a ládát. Egyszerre égtelen huhogással egy nagy bagoly csapott ki belőle. Maga a láda teljes épségben tartalmazta a könyvtár történelmi és teológiai anyagának cédulakatalógusát. Ugyanis a bagoly belefészkelt a ládába, és az egerek jónak látták illő távolságban maradni az ellenséges érzelmi madártól. Most már könnyű volt a sikkasztások harminc éves vonalát legombolítani. Az igazgató négy esztendei börtönnel egyenlítette ki a könyvszámlát. Pallas Athéné madara bosszút állt a könyvek martalócán. Égő könyvtárak Végére hagytam a könyv legáldázabb ellenségét, a tüzet. Ha a könyvet ellopják is, valahol megvan. Szellemi tartalma nem veszett el, de a tűz tökéletes megsemmisülést jelent. Még eddig senki sem vállalkozott arra a lehangoló munkára, hogy összeállítsa a nagy könyvtár részletes történetét és statisztikáját. Már messziről pislognak felénk az égő könyvtárak lángjai, az elmúlt évezredek éjszakáiból. Néha könnyelmű kéz okozta a tüzet a könyvek között. Máskor a szomszédos utcákat pusztító vész csapott át a könyvtár épületre. Legtöbbször ellenség hajított rá csóvát, Akár, mert a szellemi értéknek nem volt nála becsülete, akár a rendkedvéért, hogy ne csak lakóházak pusztuljanak el, hanem középületek is. Leggyakrabban az alexandriai könyvtár történetét szokták emlegetni. Nem azért, mert fölégették, hiszen ebben a sorsban osztozott vele a tripoliszi, konstantinápoi és sok száz más híres gyűjtemény is. Inkább az anekdóta tette népszerűvé az esetet mikor az arabok elfoglalták Alexandriát, mondják, Amru vezér Omar kalifához fordult és megkérdezte, mi történjék a könyvekkel. Ha az van bennük, hangzott a válasz, ami már megvan írva a Koránban, úgy feleslegesek. Ha egyebet tartalmaznak, akkor veszedelmesek. El kell hát égetni valamennyit. S a kalifa parancsára széthorták a könyveket és pergamentekercseket Alexandria négyezer fürdőjébe hat hónapig fűtöttek vele. Akik szeretik az anekdóták csattanóját, ragaszkodnak a történet valóságához, mert a kalifa mondása tetszetős és hatásosan idézhető. Akik viszont többre becsülik a száraz valóságot, azt mondják, hogy egy szó sem igaz belőle. Omar kalifa be sem tette a lábát Alexandriába. A híres könyvtárban nem is volt már semmi könyv. Alexandriának sohasem volt négyezer fürdője, és a pergamen nem alkalmas a fűtésre, legfeljebb a lágyújtásra. Az egész vita tulajdonképpen Abul arabszületésű arab születésű keresztény történetíró pár mondatából indult ki. Ő mondja el a történetet a 13. század vége felé írt krónikájában, tehát körülbelül 600 évvel az eset után. Viszont más korabeli író egy szóval sem emlékszik meg róla. Különösen Eutíciusz alexandriai pátriárkának kellett volna ismernie ezt a nevezetes esetet, de ő sem ír róla krónikájában egyetlen betűt sem. Ranke és Humboldt nem hiszi az anekdótát. Ő szerintük a Ptolemájuszok világhíró alexandriai könyvtárából. 400 ezer tekercs már elégett Brukhejomban, amikor Cézár a várost bevette. 300 ezer tekercs... Szeparis templomában volt elhelyezve, s ez az anyag megmenekült. De csak egy időre, mert e 389-ben Teófírusz alexandriai püspök tűzre hányatta. Valami szegényes maradványát még megtalálhatták az arabok. De mint Ranke mondja, ehhez sem nyúltak, mert nem érdekelte őket. Épp úgy, ahogyan a templomi kincseket sem bántották. Amru beérte a kivetett sarcan, és nem tűrt semmilyen zsákmányolást akár igaz, akár nem, Omar Kalifa vélekedése a könyvek tartalmáról, hasonló meggyőződésből előtte is, utána is a könyvek millióit küldték mágjára. A könyvek ellen épp olyan háborúk folytak, mint a népek ellen. A rómaiak elégették a zsidók és a keresztények műveit. A zsidók, a pogány és keresztény műveket. A keresztények azokat, amelyeket zsidók, pogányok és eretnekek írtak. Granada bevételénél Ximenes kardinális 5000 koránt hányatott a tűzbe. Az angol puritánok végtelen sokaságát égették el a nem tetsző könyveknek. Egy anglikán püspök csóvát vetett a tulajdon templomának a könyvtárába, és Cromwell is állítólag felgyújtotta az Oxfordi Egyetem könyvtárát. Az idézetet nem nehéz folytatni. Svájcban Zwingli tűzbe dobatta a katolikus könyveket. Luther és Melanchthon mágiát rakatott Zwingli írásaiból. A katolikusok elégették a protestáns bibliákat. Kálvin a katolikusokat. A legrosszabbul járt Spinoza. Az ő könyveit valamennyi felekezet elégette. Még a zsidó is. Mindez még érthető. Az ellenség nem sokat gondolkodik, mikor betör az elfoglalt városba, és tűzzel hűti le gyilkoló szenvedélyét. A teológus viszont nagyon is sokat gondolkodik, és az ellenvélemény megcáfolására a mágiát véli a leggyökeresebb intézkedésnek. A könyvek tűzhalála akkor megy komédia számba, amikor bíróság rendeli el, és a hóhér foganatosítja. Könyvek a mágián Augustus császár idejében elismert tekinté volt a történetírók sorában Titus Labienus. Ragaszkodott bizonyos történetírók bizonyos rossz szokásához, és csak az igazat írta meg. Emiatt meggyűlt a baja a császár hűszenátussal. Köztársasági érzelmekkel vádolták meg, és írásait nyilvános elégetésre ítélték. Az író úgy szívére vette a gyalázatot, hogy bezárkózott őseinek sírboltjába, és önkéntes éjhalállal vetett véget az életének. Hasonló sors ért Tiberius alatt egy másik történetírót, Kremúciusz Korduszt. Ez sem bírta túlélni a megbélyegzést, s ugyancsak éjhalállal tért ki a szégyen elől. A két régi eset fölötte tanulságos, mert világosan kitűnik belőlük a könyvéget és kettős indoka. Egy, megsemmisíteni a veszedelmes szellemi terméket, kettő, megszégyeníteni országvilág előtt a szerzőjét. A megsemmisítés nem mindig sikerül, akad megmentett példány, s ha az idők és felfogások változnak, a tűzhalál alól kisiklott könyv, mint kedvező talajba vetett magányos sejt, megint egész teleppé szaporodik márpedig a felfogások állandóan változnak. A két római író könyveiben Kaligula már nem látott lélekmérgezést, megengedte a terjedésüket. Az angol közmondás szerint minden felhő ezüsttel van bélelve. A könyvmágják fölött terjengő pernyefelhőben is meg-megcsillan némi ezüst, sőt, arany is. Az a pénz, amelyel későbbi bibliofílek a tűztől megmenekült és ritkasági értékké drágult példányokat megfizették.